A műsor támogatója a Heineken Hungária. A műsor média támogatója a femcafé.hu. Az volt nagyon megható, hogy így olvasom a könyvet, és egyszer csak elkezd rólam beszélni a könyvben. Olyan? És egyébként benne van egy kép, azt mindjárt kikeresem. Ahogy ő így nézott rám, meg fogjuk egymás kezét, azért az Trill átad a trokán kislánynak, elenged a kezem, sugom neki, és ő nem engedi, így jövünk, kézen fogva a tapsra, velünk jönnek a fiatalok. Trokán Nóra színésznő, fotóművész. A színházi szerepek mellett olyan sorozatokban láthatta a közönség, mint a Tanár, a Vaják és a Kossuth Kifli. 2021. novemberében jelent meg fotóalbuma Mielőtt címmel. A magyar színjátszás színejavát úgy kapta lencse végre, ahogyan idehaza még senki. A színészi átlényegülés legfontosabb utolsó előtti mozzanatában, közvetlenül a színpadra lépés előtt. Szenvedélyesen szereti az állatokat, gyerekkora óta lovagol, elválaszthatatlan társa Poli kutyája, Lajos. Nóri, arra kérlek, hogy 3 olyan könyvet mutass majd nekem a beszélgetés során, aminek története van. Szóval nem kell, hogy kedvenc legyen, persze lehet, de szeretnélek a könyveiden keresztül kicsit megismerni téged, szóval az lenne a cél, hogy olyat mutass, ami valamit elárul rólad. Amikor gondolkodtam egyébként ezen, akkor nyilván ez nehéz. Nem vagyok egy nagyon-nagyon régóta, szóval ilyen nagyon pici gyerekkorom óta olvasó, rengeteg könyvet olvasó könyv, tehát nem voltam ez. Én azok közé tartozom, de szerintem már beszéltük, hogy ez közös pont talán bennünk, hogy én a Harry Potter generációhoz tartozom, aki akkor kezdett el intenzíven, illetve azt tanított meg olvasni könyvet, olvasni, a fantáziámat használni, és én azért mindenképpen akartam egy Harry Potter könyvet választani, és azért választom ezt. Egyébként most a többi, ez rengeteg könyvem van apukámnál egyébként, ami a gyerekkori szobámban, tehát ott van még egy nagy könyves volt, és ott van egyébként az összes Harry Potter, de ezt áthoztam, mert ez volt a kedvencem, a Főnix rendje, és ezt milyen régi már ez is, úristen, tiszta sárga. De jó. Nem olyan régen vettem el én is a polcomról az első Harry Pottert, és én is megdöbbentem, hogy besárgultak a lapok. Besárgultak a lapok. De akkor ez az, amit a 12-13 éves Nóri olvasott. Abszolút, ez az, és kicsit még pókhálós is, nézd már meg, milyen régettől. Ezt kétszer is elolvastam. Szerintem most nem tudom, hogy egy nyár alatt, de emlékszem, hogy volt egy nyaralás, amikor pedig én aztán nyaralni úgy mindig úgy, hogy csak a vízből kiseszedtek, és napon szénné égve, nem tudom, vagy hát nem égve, hanem barnulva. De volt egy nyár, amikor emlékszem, hogy beültem a napernyő alá, és egész nap ott ültem a könyv fölött, és nem értették, hogy mi a bajom, hogy gyere már ki a napra, legyen már veled valami. És ezt akkor ez... Nagyon-nagyon emlékszem erre, hogy akkor olvastam, és ráadásul szerintem akkor olvastam másodszor, amikor nyaralni mentünk. Mondom, ezt elviszem, hogy mit tudom én, akkor úgy nem jött ki még a következő. És akkor elolvastam még egyszer. És azért úgy voltam vele, hogy addig nem olvastam, illetve ugye az első Harry Potterig nem olvastam. Nagyjából egyáltalán, szóval, hogy így kb. Így végig szenvedtem magam a kötelezőként, de még talán még lehet, hogy kötelezők röviden lett belőle néhányszor. Szóval így szégyen, nem szégyen, de hogy, és utána egyszer csak azon kapni magam, hogy nem is tudom, 750 oldalos, nem tudom meg mennyi ez. Másodszor olvasok egy nyaralás alatt, szóval ez valamit nagyon tud. Úgyhogy ez nekem egy nagyon, nagyon erős élmény, és annyira megvan valahogy az egésznek, ahogy fogom, tudod, az egész az a hangulat, az emléke, hogy ülök, és egyszerűen nem bírom letenni, még egyszer, jó, most ha mindjárt megyek fürödni, jó, még ezt. Úgyhogy ez egy nagyon erős. És egyébként, amit nagyon sajnálok, hogy képzeld el, hogy nem tudom, hogy hol van, és meg fogom keresni, pedig nagyon-nagyon erősen kerestem. Egyszer karácsonyra megkaptam az első részt, de akkor, amikor még semmi nem volt itthon erről hír, hogy ez micsoda.
Sőt, még szerintem valószínűleg akkor nem volt így berobbanva a világon sem, valószínűleg így akkor jött ki, nagyon gratulálok. És az még egy másik kiadó volt, egy tök másik borító, és nem találom, pedig az most szerintem nagyon izgi lenne, hogy az valami tök, nem tudom, hogy ilyen külön kiadás, vagy hogy ez egy másfajta kiadás, vagy abból nincs meg a többi. Nagyon kíváncsi lennék rá, nem láttam élőben. Ennek az a története, csak mert a Balázs Istvánnal, akik az Animus kiadó révén a feleségével megtalálták ezt a kéziratot, vagy tulajdonképpen ezt a könyvet, és nekik köszönhetjük, hogy Magyarországon is olvashatjuk. Ők, emlékszem, hogy azzal, vagy hát a történetből, hogy elmesélte, kiadtak egyszer egy másik borítóval, és utána lett tulajdonképpen párhuzamosan a külföldi nagy sikerrel egy akkora dolog belőle, hogy megkapta aztán valaki teljesen más, és elkezdtek a borítókra figyelni, és hogy minden borító ugyanolyan. Szóval valóban volt egy ilyen első kiadás, amiből pár ezer darab jött ki, és ilyen szép csendben lassan elfogyott, és utána volt talán egy évvel később egy óriási robbanás. Szerintem az egy évek, hogy tök sokat érhet. És amúgy igen, amúgy tényleg tök sokat érhet, és annak szerintem ilyen csúnya is volt nagyon a borítója, meg képen láttam. Hát ilyen nem volt, igen, meg ilyen furi volt a Harry Potter kis, rajta. Jó, de falon, biztos, hogy meg kell legyen, csak most így hirtelen ott a polcomon nem tehetem, lehet, hogy a pincében van valahol. Nagyon, nagyon egy központi könyv a gyerekkoromból, vagy így a fiatalkoromból. 2003. És látszik, hogy egyébként tényleg a vízparton olvasszol. Hát az vízparti, abszolút meg rácsöppent a kis homokszemek. Azt meg tudod nekem mondani, hogy miért az ötödik? Miért a Főnix rendje? Nem tudom, az nagyon elkapott. Ez volt az, ami a legjobban tetszett, vagy épp csak abban a korban voltál, vagy itt a történet volt olyan, hogy éppen ez húzott be a legjobban? És szerintem igen, talán. Szerintem lehet, hogy ennek a legnagyobb, vagy a legjobb a svungja, nem tudom. Van, aki azt mondja, hogy a tűzserlege a legjobb, vagy az Azkabani fog, vagy nem tudom, hogy... Ez nem tudom egyébként, hogy már párhuzamban van-e azzal, hogy melyik film jó, meg nem. Tehát, hogy ez szerintem egy csomószor már összefolyik. És én az az igazság, hogy még arra sem emlékszem, hogy mikor kezdtem el olvasni a film előtt vagy után. Nem emlékszem, hogy mert amikor kijött, akkor én nagyon azt a könyvet el se kezdtem, amit kaptam karácsonyra. El se kezdtem olvasni úgy rögtön írtam, amikor hogy az első kiadásos Harry Potter-t, az első részét, hanem amikor elkezdett ez ilyen berobbanni, akkor, és akkor utána szépen sorba ugye meglett az összes. Volt, hogy angolul olvastam például, az nehéz volt, de azt inkább ilyen nyelvtanulás miatt, hogy azokat a könyveket, amit már olvastam magyarul, és akkor, hogy így kicsit jobban képbe legyek. De ugye annyi olyan kifejezés van bennem, ugye, ami magyarul is egy furcsán hangzik, vagy egy kitaláció, hogy nagyon nehéz volt. Nehéz volt, úgyhogy azt utána így nem volt hozzá türelmem. Ebből visszarakom? Nem, persze, nyugodtan. És azt meg tud fogalmazni, hogy mit szerettél azon túl, hogy ez indított el talán az olvasói úton, és ez mutatta meg, hogy tényleg milyen nagy dolog, hogyha a fantáziánk ennyire el tud repülni, és erre tényleg csak a könyv képes, az utolsó terület talán, de hogy mi volt annyira erős a Harry Potter történetben, hogy még a vízbe sem mentél be, nem ültél a napernyő alatt? Hogy miért jó a Harry Potter történet? Miért szereted? Figyelj, nem tudom neked megmagyarázni, nem tudom így elemezni. Annyi talán, hogy nagyon nem tudom, olyan erős benne az a közösség, ami ott épül. Nyilván egy iskolai környezet, amiben ilyen fiatal könnyen be tudja magát helyezni, vagy bele tudja magát helyezni. Meg hogy az egésznek van egy külön világa valahol, ahol el lehet menekülni, vagy el lehet bújni, vagy egy tényleg olyan volt az egész, olyan volt olvasni az egészet, hogy az ember így bebújna egy ilyen búra alá, és akkor így egyszer csak egy másik világba, vagy így egy szekrényből, így mint az a, mi volt az a Narnia, vagy így belépsz a szekrénybe, és egyszer csak hú, egy másik világba, ahogy kinyitod a könyvet rögtön. És ez nem tudom, hogy miért van, hogy egyszer csak megtörténik egy könyvvel, egy másik könyvvel, meg nem. Én ezt elméletben nem tudom megmagyarázni, csak annyit tudok, hogy valóban borzasztóan működik. És arra tényleg nagyon jó, és hogyha lesz gyerekem, akkor vagy én fogok neki olvasni, amíg még nem lesz, nem fog tudni olvasni, de biztos, hogy fogom a kezébe fogom adni. Mert és én kicsit sajnálom, hogy nem jött korábban.
az én életemben. Illetve nem kezdtem el, már ott volt korábban, csak nem kezdtem el olvasni azt az első részt már. Bár lehet, hogy fura lett volna, hogy elolvasom, és akkor így egyszer csak így, na, hol a következő, aztán még semmi nem, nincs belőle. Igen, igen, igen. Hogyha arra emlékszel, hogy melyik volt a kedvenc ilyen varázseszközöd, trükköd, bármit, hogy melyiket választanád? Varázseszköz, trükk, vagy bármi? Az a most, mai nap biztos azt választanám, ami a Hermione-nek volt ez az időnyerő. Időnyerő. Nem, is az basszus. De most raktam össze ezt, hogy... Igen, igen, azért lett időnyerő, azért lett időnyerő. A határidőnapomnak a neve. Igen. Gratulálok. Hát sajnos nem én találtam ki a nevet. Szépen összerakta. De hogy az biztos, tehát uff, az tuti. Meg a köpeny. Igen, a köpeny is nagyon menő. Hú, hány helyre bevenni vele, nem? Hogy így mit mondhatnak? Hova mennél be? Ilyen igazgató irodákba. Még most igazgató irodába, vagy inkább, amikor gyerek voltál, akkor jó, mentél volna. Hát nem tudom, hogy suliban színházigazgatónk. Bemennél a színházigazgatóhoz? Vagy ilyen tárgyalásokra vicces lenne. Az a része, hogy hamarabb megtudsz, hogyha rólad van szó, vagy érdekel, mit mondanak rólad? Hát, amúgy szerintem érdekel, szerintem mindenkit érdekel valamilyen szinten, de nem azt, hogy... Tehát nem, most már egyre jobban azt érzem, hogy nem függ tőle semmi, hanem úgy... szimplán úgy a kíváncsiság miatt, hogy milyen az, amikor az emberről úgy beszélnek, hogy nincs ott. Aha. Hogy ez a teljesen másfajta megvilágítás valószínű. És hogyha mondjuk ott valami negatívat hallasz, az letörne? Mert most én például egy köpenybe, ha bemennék egy olyan helyre, amikor a főnökeim beszélnek rólam, benne van, hogy jót mondanak, de az is, hogy nem. És én inkább lehet, nem akarnám hallani, mert az utána rosszabb. Vagy benned nincs ez, hogy mondjuk egy negatív dolog az nagyon lenyom, vagy nem foglalkozol vele, mert van elég önbecsülésed? Nyilván hatással van, szerintem nincs ember, akire ez nincs hatással, de nagyon sokat tanultam abból, hogy, vagy az évek alatt arról, hogy mennyire meg kell nézni azt, hogy ki mondja azt, amit mond. És ez sokat segít ilyen helyzetekben szerintem akármilyen. Akármilyen helyzetben, akár úgy is, akkor valaki úgy mond neked valamit, vagy rólad, hogy te hallod, és ott vagy. Vagy egy tanács, amit ő tanácsnak gondol, ezt mind át kell szűrni azon, hogy az ő szűrőjén keresztül. Vagy, és akkor így talán könnyebb mondjuk. Az nyilván ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy úgy beszélnek rólad, hogy nem tudják, hogy ott vagy, de amúgy mondjuk egy olyan helyzet, amikor most olyan szerintem már volt veled is, hogy mondjuk hallod, hogy beszélnek rólad, és nem látják, hogy ott vagy, vagy még nem mentél annyira távol, vagy akkor inkább azt érzem, hogy így, csak ki ne derüljön neki, mert neki milyen rohadt kínos lenne az, hogy rólam beszéli. A Harry Potter után viszont volt egy ilyen nagy robbanás, hogy elkezdtél más könyveket olvasni? Tehát utána volt, vagy az volt, hogy oké, szeretek olvasni, vagy végre találtam egy könyvet, ami igazán jó, de azért nem azért, tudom, kosarasztál, meg a lovaglás és gyerekkori hobbi, meg hát nem csak hobbi, azért neked ez, hanem gyakorlatilag egy ilyen életfilozófia, vagy nem is tudom, hogy lehet jól megfogalmazni, mit jelent számodra a lovaglás. A lovaglás, abszolút élet filozófia, lehet, ez milyen szépen hangzik. Hát meg az életem része. Teljesen. Több, mint hobbi. Na, persze. És hogy elkezdtél ott olvasni, vagy igazából így azért maradt periférián, és azért nem voltál onnantól se könyvmoly? Megtanított igazából olvasni, de nem volt. Olyan időszakaim vannak, és ez azóta is így van, hogy rákapok, akkor egymás után olvasok 3-4 könyvet, és aztán jön valami más, és akkor elmegyek más irányba, akár a lovaglással kapcsolatban, vagy éppen szöveget kell tanulni, vagy forgatok, vagy akkor úgy elmegy, és akkor aztán mindig az van, hogy na, mit fogok elolvasni, jó, majd ezt kirakom. És akkor most is ez van, hogy ki van rakva az ágyam mellé egy könyv, és még nem kezdtem el olvasni, de úgy van, hogy na, most már mindjárt kezdem, és minden este ránézek. Fú, most nem mondom, nem kezdem el, mert amikor belealszom, akkor nem lesz, szóval, hogy picit így húzom, és aztán csak megint elkezdek olvasni, akkor megint belelendülök. Úgyhogy nem váltam olyanná, hogy azóta 0-24 olvasok, hanem
hanem úgy időszakaim vannak, de már nagyon szeretek. Mi van az ágyat mellett? A Szerirúnnek a harmadik, de mi a címe? Hú, lett ez épp, az igen. Semmi fegyvert tartottál volna a fejem, ez akkor se jött eszembe. Az igen. Szerirúnit szereted? Igen. Igen, amúgy tetszett a főleg az első. Itt van, pont a normális emberek. Normális emberek. Igen. Igen, mert hát tehát nem tudom, feltűnik-e, hogy szín szerint van válogatva. Most szép. Már kicsit összekavarodott, de amikor itt Covid-ban nagy karanténban voltunk, akkor nem tudom, a negyedik nap, ha mondom, mit csináljak, és akkor ez az. Láttam valahol ilyen az Instán, hogy valakinek így, milyen szép, csak nyilván az egy nagyobb könyvespolc kéne, nagyobb falon, és akkor így baromi jól mutatna. És akkor elkezdtem, és sorba raktam őket, de mondom, most már azért kavarodik. Úgyhogy ezért nincsenek a Sally Rooney-k egymás mellett, hanem a színe. Igen. Szeretem, amúgy nekem ezt tetszett a leginkább. A kettő közül, most ugye a harmadik az vár a céli szekrényen. És de a baráti beszélgetések is tetszett. Van egy nagyon érdekes stílusa, vagy egy nagyon-nagyon ilyen, hogy mondjam, egyedi stílusa, ami szerintem hát, lehet, hogy valakinek nem jön be. Tehát ez az igazából nem történik túl sok minden, tehát cselekmény ez nem olyan pörgő, hanem inkább az egésznek a világa, meg a lelki része, vagy ezek a dialógok. Nekem nagyon tetszik, meg szerintem sok generációnkban lévő fiatalt elér. Igen, iszonyatosan megosztó, de tényleg pont ezért, amit mondasz, hogy lehet, hogy már ilyenkor hat rá a hype, tudod, hogy úristen, minden csapból a Sally Rooney folyik, akkor gyakorlatilag biztos jó, és mindig, hogyha az emberek ilyen, nem tudom, előítélettel, akár, vagy elvárással futnak neki, akkor lehet, hogy csalódnak, de szerintem is egyébként zseniális a maga a nemében, és én is azt gondolom, hogy a mi generációnkat, vagy még akár a tőlünk fiatalabbakat is, nagyon-nagyon megtalálja ez a stílus. Igen. Én nagyon szeretem. Szóval ez van az ágyod mellett, ahová lettél szép világ. Igen, a harmadik. Úgyhogy azt fogom majd elkezdeni. Viszont akkor Harry Potter után mi a második könyv, amit megmutatnál nekem? A második könyv az a nagyon fontos emberről szól. Az pedig a Töröcsik Marinak a beszélgető könyve. Igen, ezt is tengerparton olvastam, és ezt viszont sajnálom egy kicsit, hogy így megnyűjtem, de nem baj, legalább ilyenkor engem mindig arra emlékeztet, hogy hopp, itt a boarding pass, látod? Még a repülőről. Tényleg ott olvastad, hol mentél? Repülő, ez Görögország, ez tavaly nyár. De jó. Ezt félre is teszem. És ez a Bérces Lászlónak a beszélgető könyve, és ez egy olyan könyv a Mariról, ami tulajdonképpen olyan, mintha hallgatnád, miközben olvasod. Tehát én ugye nagyon sokat hallgattam őt, mert hál' Istennek nagyon, nagyon sokat dolgoztunk, hát nem olyan rengeteget, de azért két nagyon, nagyon jelentős dolgot csináltunk együtt, ami nekem nagyon fontos volt. Itt a hármat. Az a másik kettő az nagyon fontos volt, mert ott közel is voltunk, már úgy értem, hogy olyan szerepet játszottunk, hogy sok dolgunk volt a színpadon, és ez mi volt egyébként? Ez a brand volt az egyik, a Ibsen brandja, amit Zsóter Sándor rendezett, illetve a másikat is a Zsóter rendezte, az pedig Galilei élete a Nemzeti Színházban, azért az, amilyen ő volt, az nagyon nehéz így megidézni, vagy visszaadni, és ez a könyv, ennek szerintem azért zseniális, mert megőrzi egy íráson keresztül a Marinak a személyiségét, és tényleg hallom, ahogy, de az ő hangján hallottam végig az egészet, és annyira jól írja le a Bérces, tehát igazából nem erőszakolta meg azt, hogy most ő íróilag valamit úgy beletegyen, mert az egész tulajdonképpen egy nagy interjú. Vagyis nem is interjú, mert az a jó benne, hogy nincs benne az a feszengés, mondjuk, ami egy ilyen interjú helyzetben van, hanem tényleg olyan, mintha beültél volna melléjük hallgatni, hogy beszélgetnek. Mert nagyon laza az egész. És hát gyerekkorától kezdve van
az ő egész története elmesélve, nyilván azokkal a sztorikkal, amiket mindig elmesélt, és nagyon sokszor hallottam a büfében ugye a Cannes-i történetei, meg akkor azt hiszem, hogy Acapulco-ba volt valami filmfesztivál, ahova elhívták, és akkor még itthon játszott valami, vagy főpróbálete volt, és akkor nem akarták elengedni, és akkor az egész társulat térdre ereszkedett, hogy a Marit engedjék el. Szóval olyan sztorik vannak benne, hogy tényleg az ember hallgatja, vagy hát hogy hallgatja, látod, ezt mondom, mert hogy olvasod, és egyszerűen őrület, hogy milyen élet, és milyen találkozások. Tehát amikor mondja, hogy a Tennessee Williams, meg a, érted, Jean Cocteau, amikor a, nem tudom, a Truffaut, meg szóval olyan embereket említ sztoriba, vagy saját kis sztoriaiba, hogy akiket te így látsz, így az ilyen polcon mondjuk, régi filmjeit nézed. Nem beszélve a Pilinszkiről, érted, akkor úgy beszél róla, hogy itt van alatta, például pont alatta volt a Pilinszkinek a verses kötete. Szóval amikor úgy beszélted a Pilinszkiről, tehát ugye közeli barátja volt, és hogy ez így megkapni ezeket a történeteket olyan nagyon-nagyon izgalmas. Mi az, amit egyébként tanultál tőle? Hát sok mindent. Szakmailag is nagyon-nagyon-nagyon sok olyan dolgot. Bár az az igazság, hogy amivel ő rendelkezett, azt nem lehet tanulni, szerintem. Tehát az a jelenlét, az a teljesen önazonos, természetes, 100%-os jelenlét, amivel ő a színpadon volt, hogy az valamiért, az vagy van, vagy nincs, szerintem. Én ezt gondolom. Nagyon sok mindent meg lehet tanulni ebben a szakmában, de ezt a fajta, nem tudom, ezt a fajta olyan ottlevést, azt nagyon nehéz, vagy szerintem nem lehet, és ő ezt így megtapasztalni nagyon jó volt közelről, és azáltal, hogy ő ilyen volt a színpadon, ezáltal hatással volt rád, és nem tudtál másmilyen, nem tudtad, tehát hogy annyira át kellett venni ezt, mert egyszerűen lebuktál, hogyha bármi mást próbáltad, nem voltál jelen 100%-ig. És hogy az is őrületes, hogy ő mennyire laza volt a fiatalokkal például, vagy a kollégákkal, szóval nem volt az, hogy én vagyok a Törőcsik Mari, és akkor mindenki kussoljon, mert most én próbálok, hanem nem voltak ilyen allűriai, hogy akkor most ne nézz rám úgy, vagy ne állj elém, hanem olyan egyenrangú partnerként kezelt, és soha nem fogom ezt elfelejteni tényleg. És volt egy jelenet, amikor én játszottam a lányát, már ő, mint öreg Galilei, ő, és nagyon csúnyán kellett vele beszélni. És annyira nehéz volt. van egy ember, akit annyira tisztelsz, és felnézel rá, és legenda, és akkor úgy kell vele beszélni, a rongyal, és akkor az volt a jó, hogy az első pár percben éreztem ezt, és aztán egyszer csak azt éreztem, hogy ugyanolyan kollega, mint bárki más, és ezt ő olyan természetesen tudta nyújtani a kollégáinak, hogy ez például egy nagyon fontos tanulság, ami tőle tanultam, és valahogy azt érzem, hogy talán az igazán nagyok tudnak ilyen szerények lenni, meg ilyen nyitottan. Halála megrázott? Hát igen, azért igen. Nyilván benne volt a levegőben, vagy hogy azért az ő túlélése az örületes. Tehát, hogy mindig visszajött, és mindig mondta, hogy én már pedig még jövök, és visszaállok, és ott leszek, és úgy játszott olyan energiával, akkor, amikor játszottuk a Galileit is, meg a Brandot is, hogy tényleg mondjuk nem volt jó, de hétre összeszedte magát, és olyan energiabomba volt, és szétrobbant a színpad, és aztán kidőlt, mondta, hogy én most 3 napig ki leszek dőlve, de hihetetlen energiája volt, és nyilván számítottunk rá, és de hát amikor az így eljön, akkor az olyan, amikor tényleg ott van, az nehéz, és
És ráadásul az volt nagyon megható, hogy így olvasom a könyvet, és egyszer csak elkezd rólam beszélni a könyvben. Olyan. És egyébként benne van egy kép, azt mindjárt kikeresem. Mert van egy képünk, amit a Galileinek a tapsrendjén csinált az Őri Szabó Zsolt, a Nemzeti Színháznak egy fotósa, ami életem képe, azt hiszem, itt van. Na, ez vagy. És hogy ez benne van a könyvben, tehát ebben a fotóban szerintem annyi minden van, hogy majdnem így elcsuklik a hangom, vagy szóval, hogy így, érted, ahogy ő így nézott rám, meg fogjuk egymás kezét, azért az, és emlékszem, hogy ez az a pillanat, amikor ezt így le is írja, hogy így mondta, hogy fogjad a kezem, ellenség. Nekem ez a kép, ez tényleg én örökre hálás leszek a Zsoltnak, hogy ezt megörökítettem, mert ez egy nagyon szép pillanat. És amikor tényleg olvasom ezt a könyvet, és akkor egyszer csak írja, hogy és tudom, hogy ilyen csak van, szerintem, na nem. Igen, hogy hol van az, amikor? Ja, itt van az, ja. Trill átad a trokán kislánynak, el ne engedd a kezem, sugom neki, és ő nem engedi, így jövünk, kézen fogva a tapsra, velünk jönnek a fiatalok. Soha nem is találkoztam vele, nem is ismertem értelemszerűenből, de még engem is meghatott ez a fotó, tehát ez tényleg lenyűgöző, hogy néz rád. Igen. Meg ez is, hogy olvasod a könyvet, és ez is magadatom, hogy ez nagyon durva. És így, úristen, itt van, és egyszer csak így, és tudod, a végén, mert a végén, és az egész életét végigolvasod, végignézed, úristen, most, és egyszer csak így bent van ez a kép. Szóval nekem ez egy nagyon fontos. És amúgy tőle kaptam egy olyat is egyszer, hogy Kecskeméten volt a Hedda Gablernek a bemutatója a Zsoltérral, és akkor már dolgoztunk, akkor ez már Brand után volt. És küldött egy e-mailt, és azt kinyomtatták. és akkor, hogy ő nagyon-nagyon gratulál az új bemutatóhoz, a kedvenc színésznőjének, mert tehát nem, de ilyeneket így írt meg, nem is tudom, de annyira zavarba jöttem, és akkor azt így lehozta, vagy leküldte, kvázi mint távirat, csak ugye kinyomtatták, szóval. És olyan érdekes, mert hogy a lánya, a Teréz, ő vele egy pár szót találkoztam, ugye, amikor így próbáltunk a színházba, de hogy most a könyv kapcsán, ugye az én albumom, fotóalbumom kapcsán fölvettem vele a kapcsolatot, mert ugye mindenki, aki benne van a könyvben, fölvettem a kapcsolatot, hogy ugye leokézzák. És én mindenképp akartam, hogy a Mariról legyen kép, nekem volt egy darab képem Mariról, nem is feltétlenül előadás előtti, de egy olvasó próba, és nekem sokat jelent a kép, úgyhogy azzal kezdődik a könyv. És mindenképp szerettem volna, hogyha a Teréz rámondja az áment, hogy ez oké legyen. És valahogy olyan érdekes, hogy alig ismerjük egymást, de valahogy mégis ugye Marin keresztül azt érzem, hogy én őt is úgy szerettem, mint a Marit, és olyan érdekes, hogy beszéltünk telefonon, és egyre jobban ugyanolyan hangja, mint a Marinak, és őrületes hasonlóság. És nagyon-nagyon-nagyon bírom, nagyon vagány nő, és nagyon iszonyú. Én nekem ez egy olyan érdekes élmény, hogy és eljött a bemutatóra is, a könyvnek a bemutatójára is, tök jó volt, hogy egy picit így tudtunk az Átegye Marira emlékezni. Szerintem ezen a ponton akkor nézzük is meg a fotóalbumodat, meg akkor azt a képet a Törőcsik Mariról. Ez az idézet, ez benne van a könyvben, a beszélgető könyvben, és akkor ezt elkértem szóltam a Lacinak, hogy ad idézzem ide, mert azért ezt nagyon sokszor mondta, ezt az idézetet, ő nagyon sokszor. Igen. Tudja, szoktam mondani, hogy volt 5-6 estém. Most már 60 év színpad után talán 7-8 is. Amikor a véletlen, a csillagok állása, a jóisten tudja, mi által elrepül az előadás. Mindig mindent meg kell tenni, hogy ez megtörténjen, de nincs rá garancia, hogy az ember életében akár egyetlen egyszer is összejön. Ritka kincs.
mindig ezt mondta, hogy volt egy 5-6 estén volt. Ez tényleg, ez sokszor mondta. Amúgy tényleg így van olyan érdekes, hogy mindig az ember tud mondani olyat, hogy jó volt, de ugye az, amikor azt érzed, hogy ez most az volt. Te és ez egy éreztél egyébként olyan, bocsi, belevágtam, hogy... A Brandnál egyébként éreztem ilyet, pont ugye, hogy együtt játszottunk, ott éreztem ilyet. Az egy nagyon különleges előadás volt. Gyakorlatilag egy jó 8 éves munka eredménye, hogy neked a fotózás egy ilyen óriási hobbid lett a színészkedés mellett, vagy hát az inkább nyilván a hivatásod munkád, de most már ez is lassan a hivatásod, hiszen olyan lehetőségek is találnak meg fotósként, hogy szinte tényleg egy új hivatásról álltél. Kíváncsi is vagyok, hogy az életedben ez milyen szerepet foglal mondjuk a színjátszás színészkedés mellett, de hogy még az albumnál maradva, ugye színészek színpadra lépés előtti pillanatait örökíti meg, és hát egy lenyűgöző, gyönyörű album lett belőle, ami most karácsony előtt jött ki. Akkor olyan érzés azóta is? Furcsa? Hát olyan, igen, abszolút. Hát most így a karácsonyi őrület az úgy lement, és akkor most egy picit így kevesebb róla a visszajelzés, vagy a hír, nyilván van, csak hogy nem az a minden nap nem tudom mennyi, mert az egyszerűen őrületes volt, és nagyon-nagyon, szóval nagyon boldoggá tett, de azért ez abszolút tart, és most fogunk elkezdeni vele menni így vidékre is, mert szeretném, hogyha a vidékre is minél több helyre eljutna a kiállítás is, mert ugye volt belőle a kiállítás, és most azt tervezem, hogy így színházakban egy kis pop-up kiállításokat csinálunk így az aulában, mint ott, és úgyhogy el szeretném vinni vidékre is, hogy vannak benne olyan színészek is, akik vidéken játszanak, és hát mit mondjak, hát én nem tudom, én büszke vagyok rá, nagyon szeretem, és úgy néha most már rég nem forgattam amúgy, érdekes, hogy most így kézbe vettem, de nagyon, hát nagyon pozitív, történés az életemben ez. És hogy 8 éve, így említetted, 8 éve, ez igazából az ötlet az nagyjából akkor fogalmazódott meg bennem, és aztán egyszer csak döntöttem, hogy na most elkezdem, és akkor persze mikor máskor, amikor 2 hónap múlva beütött a Covid, persze, bezártak a színházak, nem baj, de szépen lassan ott elkezdtem rajta dolgozni, és aztán egyszer csak összegyűlt egy albumnyi anyag. Hány kép, hány színész? Hú, 145 körül színész, és hát ilyen 240 oldal ugye az egész, szerintem ilyen 200 körüli kép van benne. Nem tudom, hány este lehetett. Nem tudom, esküszöm. Nem tudom, egyszer megszámolom. Meg azt is szokták kérdezni, hogy hány nyers kép készült. Na hát azt, na, itt meg az anyukám. Mire készülődik. Itt táncmozdulatokkal, nem tudom, itt valami koreográfiát próbált épp magában az öltözőben. Úgyhogy igen, hát nem tudom, rengeteg. Hát mire leválogattam, szóval az volt nagyon nehéz, mert egy csomó, tudod, ez a kit szeretsz, anyut vagy aput szeretett, vagy és akkor ezt hagyjam ki, vagy azt hagyjam ki, ez jobb, az jobb. Sok minden szempontnak ugye meg kell felelni, de végül ez lett. Van olyan kép, amit mondjuk egy ilyen nagyon különleges történet fűződik hozzá, és így nagyon örülnék, hogy megmutatnád nekünk, ami úgy emlékezetes fotó is lehet, vagy emlékezetesek voltak a körülmények, ahogy elkészült. Hát például a Vojcek az nagyon kemény volt, tehát ami a Nemzeti Színházban játszották ugye a Stalker csoportnak a Vojcek című előadása, az ott hátul az egy apokalipszis, ami történik, tehát ugye a füst, a víz, a festék, a nem tudom, minden, és jönnek, mennek így tiszta trutyival az emberek, és ott álltam, hogy a géppel, és sodortak át, úgy éreztem magam, mint egy ilyen frontvonalon, tényleg, mint ez Robert Kapa, tényleg, hogy az például az nagyon kemény volt, ott úgy elfáradtam a végére, és aztán voltak a nyugisabb előadások, pár szereplős előadások, vagy De hát nagyon-nagyon élvezetes volt, nagyon élvezetes, teljesen el tudtam, azt éreztem, hogy teljesen elbújok a gép mögé, és mint hogy ott se lennék, kis paparazzi. És még lehet, hogy backstage-ben, a háttérben, szóval ez ilyen többszörösen ilyen elbújós helyzet. Igen. A nehézsége sokszor az volt, egyrészt az, hogy ne vegyék észre, hogy csinálom a képet, mert annyira szerettem volna, hogyha
ha minél több kép úgy készül, hogy tényleg ott vannak abban az állapotban. Meg a fények. Tehát az nagyon nehéz volt, hiszen egy csomószor a takarásban csak a színpadról kiszűrődő fény van, ami ugye másodpercenként mondjuk változik. Úgyhogy az egy technikailag egy nehéz ügy volt, de azért csak sikerült. Ezért is lett fekete-fehér egyébként a fények miatt? Vagy egyébként fekete-fehérbe szeretsz fotózni nagyon sokszor, nem? Azt igen, nagyon szeretek fekete-fehérbe, és azt éreztem, hogy valahogy ennek a világa valahogy olyan kortalanabb, hogyha fekete-fehér, vagy nem tudom olyan. Ezt már kérdezik, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért szeretem jobban a fekete-fehérbe ezeket a képeket, de egyszerűen jobban működik. Voltak színesek, és volt egy ideig úgy, hogy lesznek benne színesek, de jobban működik, úgyhogy egységes az egész és fekete-fehér. Ha már színház, meg egyébként nagyon izgalmas ez a felvetés, hogy most pont mondod, hogy nagyon elbújva a háttérben, hogy azért ez szöges ellentét egy gyakorlatilag a színészkedésnek, amikor kiállsz a színpadon és magad mutatod, és néznek, vagy egy sorozatban játszani színészként, hogy így azért rendkívül izgalmas ez a pálya. Hát nem azt mondom, hogy váltás, mert ugyanúgy színész is vagy, de hogy ezt így hova teszed az életedben? Meg hogy miből ered ez, hogy egy ilyen ennyire más irányba indultál el? Alapvetően inkább ilyen személyiségű ember vagyok, hogy inkább elbújok. Szóval nem vagyok olyan klasszikus színésznői alkat szerintem. Tehát én igaz szoktam mondani, hogy ilyen civil ember vagyok egyébként, csak úgy amúgy ez a foglalkozásom, hogy játszom, és hogy amúgy színésznő vagyok, de hogy nem igénylem az állandó figyelmet, meg az állandó központba levést, és lehet, hogy volt valamilyen tudat alatt egy ilyen érzés, vagy egy ilyen keresés, hogy mi az a másik művészeti ág, ahol ezt ki tudom fejezni, vagy ezt ki tudom élni, vagy jobban ebbe tudok élni, és lehet, hogy ezért, de közben meg már nagyon régóta ott volt, szóval gimiben ott volt, sőt lehet még korábban ott volt az életemben, mint az, hogy színész akarok lenni, mert az nagyon későn fogalmazódott meg bennem. Tehát az gimi második, ez tizedikes voltam, azért az késő ahhoz képest, hogy csomó már tudod, gyerekkorban mász akarok lenni, de nekem nem volt ez. De az is lehet, hogy a fotózásán már előbb ott volt. Aztán utána így jegelődött picit, és aztán kezdtem már, amikor befejeztem az egyetemet. Jó, akkor mi lett is színész, hogy ráadásul a fotózás ennyire korán meg volt? Mert valahogy, nem tudom, valahogy nem fogalmazódott meg bennem az, nem tudom, későn érő típus is vagyok, de a fotózás is olyan volt, én ezt szeretem csinálni, de azt gondolni, hogy ez olyan a munkám, az nem jutott eszembe. És arról sem, hogy színész leszek, és akkor az lesz a munkám. De ott azért már eléggé visszesen közeledett ugye a pályaválasztás, tehát az valamit kellett mondani, hogy így. De nem volt erről így szó, hogy például tiltva azért nem voltunk, hogy soha nem mehet színésznek, de azt tudtam, hogy az anyám retteg tőle, hogyha ez lesz. És hát be is igazolódott. Tehát az apu sokkal lazábban vette már magát a hírt is, hogy mind a ketten színészek akarunk lenni, borzasztó. És, de az anyu az, tehát ő szokta is mondani, hogy ő beteg is lett, teljes lelki beteg lett 2 hónapig tőle, hogy mi lesz velünk, és hogy ez milyen kiszolgáltatott, és kiszámíthatatlan, és amúgy hát igen, tehát most már tudom, miről beszélt, persze, hogy nagyon, nagyon nehéz lelkileg fönnmaradni sokszor. Pláne ugye ezekben az időkben most, hogy ugye a színház mennyire bizonytalan. Eddig is az volt, most aztán meg ez a Covid, ez nem segített nekünk. De aztán elmentem a Földesi Margitnak a dráma stúdiójába, és ott így bekattant. Ott minden ott indult igazából. Szóval valószínűleg ott volt ez valahol, hogy én ezt szeretném, de így nem foglalkoztam vele, úgy nem mondtam verset, nem jártam diákszínjátszóba, semmi nem volt. Pedig volt a súlynak diákszínjátszója, de nem jutottam oda, nem érdekelt valahogy, nem láttam, hogy az. És aztán a Margitnál volt egy ilyen
egy ilyen flash, hogy na, hogy így, ja, igen, ezt akarom, és egy másodperc alatt dőlt el. Milyen típus vagy most még az albumnál maradva, hogy az út a fontos, és a sikert kevésbé éli meg az ember, vagy meg tudod most élni ezt a hatalmas sikert, hogy egy hosszú-hosszú évek óta dédelgetett állam itt van a kezedben, vagy úgy vele, hogy jó, most így van, és akkor most akkor csináljuk, mi a folytatást, tehát ez nyilván a következő kérdésem lesz. Ja, nekem ennél most abszolút ez egy olyan élmény, hogy egy kicsit magamra is így ráerőszakoltam, nem kellett annyira, de hogy megbeszéltem magammal, hogy most ezt tessék kiélvezni, mert az egy nagy dolog. Tehát, hogy én hajlamos vagyok úgy kicsit lekicsinyíteni dolgokat, amiket elérek, vagy csinálok. Olyan, nem tudom, hogy ez miért van, de hogy jó, nem az semmi, az semmi, az nem. És úgy voltam vele, hogy de ezt most tessék, mert ez, és amúgy lehet azért, mert ez könnyebb, mert ez itt van. Kézzelfogható. Az, hogy az ember eljátszik egy szerepet, és ez volt ilyen vagy olyan, az van, hát jó, fiam, neki tetszett, de lehet, hogy neki nem tetszett. Nem tudom, hogy milyen volt, vagy jó volt. Tehát ez sokkal bizonytalanabb, meg olyan, meg sokszor az van, hogy te azt érzed, hogy iszonyú jó voltál, és az van, hogy a visszajelzés maga az, hogy nem biztos, hogy szóval, vagy akár fordítva, hogy azt mondod, hogy úristen, ez ma szörnyű volt, és azt mondják, hogy csodálatos volt, tehát hogy az annyira szubjektív és annyira változó, és ezzel meg tényleg azt éreztem, hogy nem kaptam rá olyan negatív érzést sem, meg, tehát nem, hogy durva kommentet, vagy valamit, hanem, hogy tényleg egyenként fölhívtak a kollégák, Csomós Maritól kezdve a Lukács Sándorig, szóval, hogy érted, hogy fölhívtak, hogy ez marad meg rólunk, és hogy ez csodálatos, és úr is, de tehát, hogy annyira jó élmény kötődik hozzá, hogy azt mondtam magamnak, hogy ezt most leülsz, és megünnepled, hogy ez megszületett, és hogy ez egy fontos dolog most, ami velem történt. Felismerül a kérdés, hogy egy fotóalbumnak hol a jelentősége, amikor minden fönt van gyakorlatilag az Instagramon, de teljesen más nyilván papíralapon, és ilyen szépen látni képeket, és lapozgatni, és a könyvtárgyat fogni. Igen. De hogy ilyen azért ritkán készül. Igen, meg az, nekem az az érzésem, vagy a tapasztalatom az online fotómegosztással, hogy eltűnik, akkor is, ha ott van, egyszerűen felteszel egy képet, és fölteszel mondjuk, és ugye egyszer csak tűnik el, megy valahova le az aljára, akkor azokat nem nagyon lapozott fel újra, vagy nem most nyilván a sajátodat nézegetted, vagy itt kinyitod a gépet, és akkor, de hogy nincs az az élmény, hogy na, akkor nézzük már meg a nem tudom kinek a képet, és akkor visszapörgetsz a feedjébe, tehát az nincs meg, hogy leülsz, és akkor átpörgeted. A könyvek ezek, azok voltak, vannak, lesznek, reméljük, és hogy ez tényleg egy olyan, hogy ezen gondolkodtam, hogy basszus, lehet, hogy ez a könyv, ez így majd egyszer, nem tudom, 120 év múlva majd így ül valaki, és akkor azért kinyitja, hogy ez, kik voltak ezek az emberek, de jó, ők azért, hogy ezek voltak a színészek, itt jó, de jó, és úgy az olyan hátborzongató, és olyan jó érzés is. Hát, hogy valaki úgy lesz vele, mint te a Törőcsik Moris képpel, hogy örökké hálás lesz neked, hogy meglőtted ezt a pillanatot, nem? Hát én remélem, hogy így fogják megélni. Sok embertől ezt éreztem, és tényleg nagyon-nagyon szép üzeneteket kaptam, szóval megérte. Legyél büszke, nagyon jó. Magadra, nagyon szép dolog. Kicsit eldivergáltunk, de egyáltalán nem bánom, mert nagyon sok mindent megtudtam rólad. Viszont egy harmadik könyvet, Nóri, zárásként. Ez szerintem nagyon sok mindenkinek. Igen. Egy nagyon fontos könyv, és nekem is egy nagyon fontos könyv. Én nagyon-nagyon szeretem az utóbbi években, legalábbis amióta ugye ez az Aditiva Égernek a Döntés című könyve. Nagyon szeretem a pszichológia, amúgy a pszichológia temelő könyveket is, meg a úgy van a pszichológiát magát, és hát ez a könyv nyilván ez jóval túlmutat, hogy csak egy szimpla pszichológiai könyvön, de azért nagyon sok olyan dolog van benne, ami hát őrületes. Tehát, hogy a túlélésről az, hogy az ember mit tud
mit tud elviselni test, az emberi test és az emberi lélek, és hogy mennyire, mennyire fontos az, hogy az ember szembenézzen dolgokkal, és tök mindegy, hogy mikor, mert ugye ő is, nem tudom, hogy 50 körül volt, amikor váltott, vagy amikor az volt, hogy jó, akkor a szekrényből, a polcról szedjük elő azt, amit oda elraktunk, hogy ez, hogy mennyire nem hagyja az embert nyugodni. Tehát bármit csinálhat, bármivel elfedheti, az mindig ott lesz, és az mindig valahogy mindig felszínre kerül. És nekem nagyon sokat, hát sokat adott, de sokat is, tehát sokat tanultam belőle. Így az utóbbi pár évben nagyon-nagyon érdekel amúgy a pszichológia is, és egyszerűen tényleg erőt ad ez a könyv. Biztos rengeteg embernek, mert amúgy meg tényleg csodálatos a történet maga. Meg az, hogy az működik, az a ilyen dinamika, hogy az ember azt gondolja, hogy nagyon szarul van, és akkor elolvasol, és az, hogy Jézusom, hogy így emberek, úristen, tehát hogy miken mennek túl, és miket élnek túl, és utána hogy tudják azt, hogy lehet egy olyannal szembenézni, az mekkora erő kell, és mekkora bátorság, és hogy ezt meg lehet tenni, az nagyon erősen tolja az embert, és ad. Nekem is az egyik kedvencem, nekem is nagyon sokat segített egyébként elengedésben, meg megbocsátásban, meg így egyébként tényleg nagyon működik az, amit mondasz, hogy hát az én problémám ehhez képest. Oké, okay, ha neki ment, úgyhogy örülök. Igen, bár azt is, bocsánat, csak így zárójában, hogy közben nyilván az is benne van ebbe, hogy ő ezt nagyon sokszor tapasztalta, hogy ezt mondják, hogy hát a magához képest, ugye. És hogy ez is tök fontos, hogy nem szabad ugye a saját dolgunkat attól ugye lekicsinyíteni, mert ugye azt ugyanúgy meg kell élni, akármilyen pici az a tragédia, de ugye ez tragédiaként, illetve át kell az embernek magát mosni, de közben meg valóban ad egy ilyet, hogy hát ha ő ezt túl, akkor én is az enyémet. Pontosan. És az ajándékból miért van kettő? Ja, hogy az ajándékból azért van kettő. Annyira tetszett. Nem. Képzeld el, hogy azt még nem olvastam. Pedig azt mondják, hogy azt rögtön akkor utána kell, akkor valamit elkezdtem olvasni, úgyhogy az még várat magára. Megkaptam valakitől, és meg is volt. Úgyhogy azóta ezt majd valakinek oda ajándékozom. Milyen szellemes. De egyébként akkor legalább azzal zárjuk, hogy akkor én is ajánlok neked valamit. Na. Nagyon-nagyon jó. Én most úgy csinálom, hogy anno elolvastuk a Niokkal közösen, és most havonta, mert 12 lecke az életre, és akkor ezért minden hónapban most egyet olvasok. Azért jó a döntés után, mert egy pici újat is hoz, mert már a döntés sikere után írja, de annak is jó, aki még nem olvasta a döntést, és fél mondjuk kicsit a vastagságától, vagy a holokauszt témától, vagy bármitől, mert annyira egy olyan jó érzékkel mesél az életről egy picit, hogy utána tuti el akarod olvasni a döntést, aha, és a pácienseiből, az eseteiből hoz, aha, de elképesztően jókat. És ami nagyon király benne, hogy a végén mindig, minden fejezet végén nagyon-nagyon jó gyakorlati feladatokat hoz, aha, úgyhogy most azért álltam neki az idei egyik ilyen fogadalmam, hogy minden hónapban egyet, hogy akkor meg is csinálom a feladatokat, de van, hogy moodboardot kell csinálni, vagy egy ilyen olyan feladat, hogy tudod, nem írj le három kérdésre három választ, hanem ilyen hosszabb, kreatívabb. Segít az írásban szerintem egyébként, meg nagyon-nagyon jól összefoglalja, és olyan jó témákkal foglalkozik, hogy ha csak néha egy-egy fejezetet elolvasol, akkor egy ilyen tényleg fél óra, úgyhogy az ajándék is csodálatos tényleg a döntés mellé, bármikor is. Hát Nóri, nagyon-nagyon szerettem ezt a beszélgetést. Én is. A Harry Potterre számítottam, a többire nem, és nagy, meg hát nyilván a mielőttre, de nagy élmény volt téged így is megismerni. Még egy picit azért szétnézek a polcon, hogy hát ha találom még kapcsolódást, de köszönöm a beszélgetést. A Heineken Hungária támogatását, amellyel elősegítették, hogy a kultúrafogyasztó és olvasást kedvelő embereknek értékes élményt nyújthassunk. Nélkülük ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre.
Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljátok a videót, és nyugodtan kommenteljetek is. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra.